hogy szombaton a teraszok megnyithatnak, a vendéglátóhelyek teraszai végre kinyithatnak. 9:30-ig lehetnek nyitva este, ahogyan az üzletek is, és 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be a teraszok nyitását. Ezt a kormány 3,5 millió beoltott elérését követő napra ígérte, amitől a bejelentés napjának reggelén 80.500 ember maradt el. Az egyik szekszárdi olasz étteremben több napja készülnek a teraszok nyitására, amit ők is nagyon vártak már, noha sok megrendelésük van most is. 35 főt tudnak fogadni az étterem teraszán. Többen telefonáltak már, hogy asztalt foglaljanak az olasz pizzériában. Az asztalokat azért nagyon letakarítottuk, többször is áttakarítottuk, volt sterimózás, rendesen a teraszfelületeket is ki tudjuk takarítani. Az evőeszközöktől kezdve a terítékig mindent átmostunk, mindent áttakarítottunk, hogy tényleg egy tiszta légkörbe tudjon jönni a relatíve reméljük vendégsereg azért. Söprik a leveleket a dolgozók az egyik dombóvári étterem mögötti teraszon. Bent pedig fertőtlenítik az asztalokat, tisztítják az edényeket. A 14 alkalmazottját az elmúlt fél évben is megtartó étterem tulajdonosa azt mondja, nagy lendülettel készülnek a vendéglátó helyek nyitására. Sürgős forgás van, ugye nagyon el vagyunk csúszva, mert ugye eddig nem tudtuk, bizonytalan volt a helyzet számunkra, és most ugye a kerthelyiséget gyors össze kell rakjuk, bent ugye mindent rendbe kell rakjunk, ugye a tányérok, az evőeszközök ugye nem voltak használva, az folyamatosan ugye mostuk, de ugye hát ugye a por meg minden rászáll, ugye hogy most azt próbáljuk fertőtleníteni, meg az egész helyiséget fertőtlenítjük. Sajtó értesülés szerint 4 millió beoltottnál már kinyithatják az éttermek belső tereit is, és a kormány engedni fogja a színházak, mozik, fürdők és kulturális intézmények kinyitását is. Ezekről azonban még folynak az egyeztetések.